Dobri becserné, Petyom. Bölcs egyetlen, fekete párduc, futású Bartos. Újra cselentkezett, ez is cselentkezett. Cselentkezett, így bizony nem, mit te minden. Nagy bal, bizony. Most éppen így csreggelizni akarok, így mindjárt így gyorsan így csreggelizni. Nagy bal. Csákos egy kicsit bevar rám grúba. Lehet, hogy a hidamat fogok nem sokára aludni, mert nekiálltam így szétszedni így icaka, így az egyik párnájukat így elkezdtem így elszegetni. Elszegetni? Na szóval, te itt alszok lenne a földön amúgy. Úgy is megyek Csivékre. Akkor be életbe már. Megyek majd a Molnár Imréjéknél is. Most ugye bár, mert van egy kis csélférge már még mindig, mert a szaromba látom. És ott nem messzi Hövesbe, Heves megyébe, van egy kégli, ott egy ilyen, mi a lófasz, ilyen bodega, fémbű, vagy nem tudom mi bű készült. Oda fogok majd menni még. A Molnár Imrék mondták, hogy ne hozzak rájuk semmi korságot. Na, először is B-vitamint akarok pótulni, tehát papírt fogok enni, ja? És beszélni fogok pár dolgot így a menekültekről. Ja. A papír ugye édes, az is édes a papír is, meg a gumi is, a műanyag is édes, a gumi is, meg a papír is. Mindig lekő így sódni. P-vitamin, rengeteg papírt teszek. Kedvenc eledelem a papír. Hozzásor. Na, az egésznek a lényege. Tegnap. Néztem a tévét nagyba. És cselekvőtek, úgy beszélek. Én szerintem őkkel már állandó az pofáltak úgy már. Hogy csáborúk vannak, stb. Szerintem itt nem a csáborúkkal van a gond, mert 20-30 éve szerintem szisztetett. Ezelőtt is volt itt csáboruk, vagy Sýriába, Egyiptomba, stb. Pakisztánba, meg be, tudom minden. Csak Amerika most gerjesztette, hogy elvékelts Európát. Most begerjesztette szerintem is Amerika őket. Nagyba a pénzüheti is őket. Hát nagyba olyan telefonjaik vannak, hogy gyakorlatilag ilyen 100 meg 200 ezer a csákos szerint úgy be. Tehát akkor ez hogy van, basszáltak meg? Hát gyakorlatilag egyébként hova picsába tettem a sapkám, hogy na, szerintem ez görjesztve van. Most kimentek egy csomóan amúgy. Tehát, hogy lepjék el Európát, és hogy gyakorlatilag... Na itt fog már egyébként, ezért kezdődött elő a harmadik világháború, ezért kezdődött el. Mert ugyanis. Ezek az emberek ugyebár... Én bartosista vallású vagyok. De. Viszont ezek az emberek... Ezek az emberek viszont Csohamedáb, Mohamedán, vagy itt valami ilyesmi, meg ez hisznek ebbe a cullachba, vagy Allah, vagy mi a lófasz, Allah. Tehát ez csalach. Ezek teljesen más vallások itt Magyarországon. Ízék vannak, csatolikusok, csreformátus, stb.
előbb-utóbb követelni fogják majd Cseh-Európába, hogy ő nekik legyen szabad vallásgyakorlat. Mi indított el nagyban a világban a csáborukat az évezredek folyamán, a vallási csáboruk, ez már ölögendő lesz kirobbantani a harmadik világháborút. Tehát most az, hogy mit én tegnap mondták, ja de! Ézében a tévében, hogy mit tudom, hogy elhagyták majd a köleti pályaudvarra, elmentek 3000-en, de baszhatjuk Zsófit, hogy egyszer gyűnnek izén, megint 300 000-be. Német, meg itt én pofáznak, hát hogy bekünket fogad, hát akkor fogadják be. Ott van Németország, mit tudom én, fogadja be őket akkor. Nem tudok most mit mondani. Hát remélhetőleg, hogy így vagy minden ki fog sobbani a harmadik világháborúra, amire én már készülök már rengeteg ideje. Így vagy minden ki fog robbanni. És akkor utána én leszek majd a miniszterelnök, mert engemet fognak megválasztani. Na ennyit tudok egyébként kell mondani, hogy vallási háborúból is kiindulhat, tehát most már több, mind a két felén van a égetve a gyertya, tehát vagy így, vagy úgy, de most már elkezdődött a harmadik világháború. Mennyit a kata, nem tudok így mást. Valaki még tud mást, az írja meg. És P-vitamin pótlást csináljon mindenki. Egy kis baback. Na, legalább. Meg egyáltalán én voltam hajléktalan, most is össze-vissza lakok, hunacsákoséknál, hunahorvát Imréknél, hunit, hunot, mind a hunok, erre, arra, amarra. Jó, Fehérváron az anyámnak van egy lakása, Fehérváron, meg a ott van ugye bár Dényi is, egy kis, de az nem az enyém, az a tanya, az a volt barátnőmi, tehát gyakorlatilag oda is el szoktam menni, de az nem az enyémé. Tehát gyakorlatilag Fehérváron az anyának van lakása, de nem vagyunk valami jóba. Tehát, de hunit hunott, tehát össze-vissza vagyok. Na most, egy csövesnek, de ez is csöves, egy hajléktalannak, de állítólag fele annyi a ráfordított, én népkonyhára nem járok, nem is jártam, se zsíros kenyérosztásra, semmire nem szoktam járni. Itt a kaja, tessék, vettem tegnap is zsírt, abból is ezek, mindjárt. Sőt, ki is megyek, mert pótulni körül a zsírt. Gondolunk, akkor egy hajléktalannak az ellátása közel egyébként nem kerül annyiba, tehát közel nem kerül annyiba, mint mondjuk egy menekültnek az ellátása. Most a bartosista, ez a bartosista zsíros kenyér most, nem volt kenyér, vagy nincs kenyér. Most ilyen a bartosista, mert ugye nézzétek meg, akkor még tudtam kukázni kenyeret.
Most meg a csákosik már azt is megtiltsák, hogy kukázzak, mert hogy behozom ide nekik a fertőzést. Most elabasztos is a zsírófkenyő, mert akkor előttnek a színvel, tehát sokkal kevesebbe kerül egy átlag hajléktalan, nem egy Bartosról beszélünk, egy átlag hajléktalannak, fele annyiba kell előszak 4500 forintért, azért akár elmenekült, tehát a magyarországi hajléktalan meg éppen, hogy sok megvan. Most akkor mi a faszom van? Ezt a pénzt, hogyha ráfordították volna hajléktalanságra, nem lenne hajléktalan, az utcán basszátok meg. Hát mi a faszom el? Mi ez már? Szóval nem értem. Na mindegy. Úgyhogy mondom, ennyit tudtam most mondani. Közben eszem a mostani. Tessék, így megkenem a papírt zsírről, zsírről, zsír. Rátjú só az élet sója. Élet só. Na. Ennyi. És most egyébként nem, kivételse nem a csorbán tehet ezek túl. Most nem. Na. Bizony. Jaj! Egy Verőcei Albert nevezetű fickó, Verőcei, meg még nem tudom, a másikaknak nem írtam le egy a nevét. Csállítólag azt mondja, jó múlt korjába beírtam ugyebár, nagyba a Kocsmábú Höves megyébe egy faluba vagyok, nem mondom ki a nevét, mert akkor zaránd oda gyűlnének a marha nagy tanítva. Molnár Imre meg úgy kivágna, mint a macskát szarni. És az egésznek a lényege, hogy nem mondta, hogy oda nem hozhatok tanítványokat a szondja az ő izéje portájára, mert az azt mondta, hogy kivág, mint a szart. Tehát nem mondom meg a falunak a nevét, ahol vagyok. Elszegődtem napszámosnak. És az egésznek a lényege, hogy hát nagyba, Dámet Lau, hogy beírtam nagyba a Gyulának a gépirül a kocsmába, mert el szoktam járni kocsmázni. Nem mindig, de azért néha-néha lejárok. És beírtam, van neki ilyen telefonja, segítesz, hogy kell beírni, mert ezeket a csékezeteket én nem tudom, és kb. Egy óra alatt, vagy fél óra alatt beírtunk egy szöveget. Na most itt volt ez a Berőckei, vagy Berőcei Albert, aki azt mondta, hogy ezt nem a Möster írta. Hát mi bazd meg? Én szerinted nem tudok írni. Vagy mi a faszom? De. Mi ne tudnák már írni? Na úgyhogy... Még egy kis Bartosista, most egyébként Bartosista zsíros kenyér. Na írjátok meg mindig, hogy mi a helyzet. És nem igaz egyébként, hogy amit a tévé mond. Ne higgyük már el! Mulatási? Hallgattam egy jó zenét. Aj. Bartosnak a pam pam. Mulatási? Na, írjátok le mindig a főleményeket, egyetek zsírt, sokat, nem sokára gyűn a tél, egyetek P-vitamin papírt, kenjetek magatoknak Bartosista zsíros kenyeret, most csak ez volt. Nem szarik be a Bartos, nincs kenyérke,
van papír, arra is lehet kenni a zsírt. Só zsír van, nagy baj nem lehet. Tá, ennyi. Akkor itt beszarni. Putyikáim, hogy bizony, tá. Na. Szevasztok, hogy bizony. Ma.